óriási nehézséget képes okozni az augusztus vége a gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a tanszercsomagot, az összes tankönyvet meg kellett vásárolni, és be kellett fizetni a gyermekétkeztetés összegét is. Ráadásul csak a hónap közepén kapták meg a családtámogatásokat az érintettek. Idézett egy korábbi korszakot Hoppál Péter kormánybiztos országgyűlési képviselő a Meszesi Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatón. Most azonban pozitív a változás. A családtámogatásokat előre veszi a kormány, tehát augusztus végén a szeptemberi juttatásokat mindent folyosít az államkincstár minden családnak, a gyest, a gyedet és a családi pótlékot egyaránt. Ezen kívül pedig ingyenes tankönyvben részesül az elsőtől a 13. évfolyamig minden magyar diák, az iskolákban, a köznevelésben is, és a szakképzésben is. Új támogatási forma ezen felül, hogy a KRESZ vizsgát a középiskolásoknak kifizeti a kormány, tehát akik ügyesen sikeres KRESZ vizsgát tesznek, azoknak ezt ingyenessé tette idén szeptember 1-től a kormányzat. Mindezeken felül lehetőség van az önkormányzatnál kormányzati támogatás finanszírozással nagycsaládosok számára ingyenes iskolai étkeztetést is kezdeményezni. Van, akiknél az automatizmus van, ahol a rászorultságot igazolni kell. Nagyon sok olyan támogatási lehetőségeket teremtett az Orbán kormány, amely 2010 előtt nem voltak, hangsúlyozta Hoppál Péter. Egyetlen adattal támasztom csak alá, hogy évről évre mennyivel növekedett a családok terhe, mondjuk csak a tankönyvek szintjén. 2002 és 10 között a szociálliberális MSZP-s SZDSZ-es kormányzás időszakában 8 éven belül 71%-kal növekedett meg a tankönyv csomagoknak az ára, amit minden magyar család megszenvedett, hiszen brutális emelkedés volt, ilyen magas béremelés abban az időszakban természetesen nem volt, hanem ez egy biznisz volt, a kormány kiszervezte a tankönyvgyártást a magánszférába, és a magánszféra pedig 10 bőrt húzott le minden családról, és emelte drasztikusan és erkölcstelenül a magyar diákok kötelezően megvásárlandó tankönyvcsomagjának az árát. Ezt beszüntettük, a magántankönyv kiadást felszámoltuk, állami monopólium lett a tankönyv nyomtatás és a tankönyvgyártás, és ezt az állami monopóliumot úgy érvényesítjük, hogy minden diák megkapja ingyenesen a tankönyvcsomagot, ahogy említettem. A pécsi tankerület 3 járás lát el, ami 14 ezer tanulót jelent, 39 székhelyi intézménnyel, 28 tagintézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2000 pedagógus és közel 500 nevelési oktatási munkát közvetlenül segítő munkatárs dolgozik azért, hogy minden nevelési célt megvalósítsanak és a gyerekek minden tudást elsajátítsanak, tájékoztatott Tóth László Ákos tankerületi igazgató. Idén a beiskolázás következtében kicsi elsős gyerekek 1200-an iratkoztak be az iskoláinkba. A 9. évfolyamra közel 500 tanuló iratkozott be. Összességében ez 14 ezer gyermek jár az intézményekbe. Ezeknek a gyermekeknek a kormányzati segítség az a legnagyobb mértékben valósult meg, hiszen elsőtől 13. évfolyamig ingyenes tankönyvben részesülnek a diákok. Ez csak a pécsi tankerület vonatkozásában 150 millió forintot jelent, és akkor ez még csak az alaprendelés. A szeptember hónap folyamán még lesz a kiegészítő rendelés, vagy a pótrendelés, ami még néhány millió forinttal ezt meg fogja fejelni, ezt az összeget. Több mint 1000 tanszercsomagot osztanak ki a rászorult családoknak. Országos viszonylatban ennek az összege több mint 1 milliárd forint támogatást jelent a családok számára. Ezen kívül talán szintén szerencsés megemlíteni, hogy a Kréta rendszeren keresztül a végzős diákok, a középiskolai végzős diákoknak lehetőségük van, hogy ingyenesen KRESZ tanfolyamot végezzenek és KRESZ vizsgát végezzenek, illetve a jogosítvány megszerzésre szükséges egészségügyi vizsgát is, és tananyagot és vizsgát meg tudják szerezni. Az iskoláknak csak az a dolguk ezzel kapcsolatosan, hogy megszervezzék ezeket a képzéseket. A képzés anyaga rajta van a Kréta rendszeren, illetőleg a vizsgát kell megszervezni, de ott is csak annyit, hogy az ügyeletet tudjuk biztosítani a pedagógusok számára. A családok felé nyújtott segítség idén igen jelentős, hangsúlyozta a pécsi tankerületi központ igazgatója.